Talán szokatlan a kérdés polgármester asszonyhoz. Van-e kedvenc költője, van-e kedvenc verse? A kedvenc versem a Levél helyett című Hervai Gizella vers. Nagyon szeretem ezt a verset, főleg azt a gondolatát, hogy milyen gyönyörű szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És ez nekem annyira tetszik, az egész vers arról szól, hogy hiába használjuk a saját szavainkat, lehet, hogy azokon a szavakon a másik egész mást ért, és meg kell találnunk azokat a szavakat, amik őhozzá állnak közel. És ez nagyon fontos szerintem a hétköznapokban is. Mit érdemes tudni Hervai Gizelláról? Valószínűleg kevesebben ismerünk, mint József Attilát vagy Arany Jánost. Erdélyi költő, és érdemes utána nézni, mert nagyon érdekes és meglepő versei vannak. Kortárs? Igen. És hogy tapasztalja a gyerekek, a mai fiatalok, mennyire versolvasók? Én azt gondolom, hogy tényleg éppen ettől függ, hogy milyen környezetben nőnek fel, milyen hatások érik őket, és hogyha megfelelő már egészen pici kortól, de tényleg itt csecsemőkorra gondolok, hogy már akkor hallanak olyan éneket, versikéket, amiket meg tudnak szeretni, akkor ez megmaradhat egész életükön át. Sokat vívódom magamban, hogy ki lenne a kedvenc költőm, és megmondom őszintén, hogy József Attila és Radnóti Miklós állnak régen versenyben. Ma biztos, hogy József Attila a kedvencem, akinek a születésnapját ünnepeljük a költészet napján, és egy nagyon szép ünnepi műsorral készültünk a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár nevében. A mai program megpróbál minden korosztályt megszólítani, nem csak az irodalom barátokat, az érdeklődőket, egészen a gyerekkorosztálytól, a felnőtt, sőt az idős korosztályig is. Elmondanám, hogy mivel készültünk, Telegdi Ágnes író, szerkesztő, fotóművész, természetfotós, természetvédő, gólyamentő, és még sorolhatnám a titulusát, mesekönyvszerkesztő, ő a Barnabás könyvek édesanyja. Az ő természetfotóiból készült egy kiállítás, amelyet József Attila versei ihlettek. Ez egy csodaszép anyag. Ezt az anyagot egészíti ki az a verseny kiállítás, annak a rajzversenynek a díjazott műveinek a kiállítása, amelyet meghirdettünk pár hónapja. Nagyon sok szép munka érkezett, igazán megható szépségűek ezek a gyermekmunkák. Egy kamara kiállítást készítettünk ezekből is, ezzel is hozzájárulva az ünnephez. Könyvtárosként hogy tapasztalja, mennyire olvasnak verset a gyerekek? Olvasnak. Az is nagy öröm, hogy egyáltalán könyveket olvasnak. Olvasnak. Nem biztos, hogy mindig papírformában, lehet, hogy digitálisan, de ha bemutatják majd azokat a képeket, azokat a gyermekmunkákat, amiket kiállítottunk, azok nem készülhettek volna el anélkül, hogy ne olvasnának a gyerekek verseket. Az egész úgy kezdődött, hogy nagyon szerettem gyerekkorom óta a természetet járni, nagyon-nagyon szerettem aztán ezeket lerajzolni, és aztán pedig ebből jött a fotózás. Mert ugye úgy néz ki az én munkám, ez csak egy része József Attilának a költeményeihez kapcsolódó fotózás, hogy én először is gyerekeknek kezdtem a természetfotókból könyveket írni. De azért azt gondoltam, hogy nem csak a gyerekek szeretik a szép természetfotókat és a megélt élményeket, egyrészt ezekből könyvek született, hanem én nagyon-nagyon szeretem az irodalmat, nagyon-nagyon szeretem a szemmel József Attilát, és egy kicsit egyesős szeptember elejé napon ellátogattam a Szárszói Múzeumban, ahol József Attila az utolsó napjait töltötte, és olyan különleges hangulat volt, annyira megérintett az, ahogy ő az utolsó napjaiban, hogy kicsit, hogy érezhette magát, hogy én azt gondoltam, hogy a legkedvencebb idézeteimet, és az akkor készült, meg előtte-utána természetfotóimat valahogy össze tudjuk majd rakni, hogy ugyan József Attilának úgymond nem kell reklám. Tehát az egyik legnagyobb költőnk, és azt gondolom világirodalmi szintűen is, de talán egy picit tudunk nyitni a célközönség felé, egy kicsit a szép fotókkal összerakva tematikusan rá tudunk venni olyat is a versolvasásra, aki esetleg inkább csak a képeket nézné meg, de ha már ott van és böngészi, akkor meglátja a idézetet és elolvassa. Ez a hatodik alkalom, amikor a kiállítást meg tudjuk így nyitni, folyamatosan frissül, tehát soha nem pont azokat készítjük, vagy soha nem pont azokat állítjuk ki. Az ihlet az 6 évvel ezelőtt indult, valóban ezen az őszi, kicsit borongós délutánon, de azóta folyamatosan bővül. Tehát amikor látok egy gólyafészket, és tudom, hogy van egy-két idézet, amit tudok kötni, akkor már ilyen fejjel is gondolkodom. Itt azért egy gyönyörűen megújított anyagot látunk, sőt azt kell mondanom, hogy most először tudtuk az összeset, és nagyon szépen impozánsan kiállítani. Hogyan készülnek a képek?
Én igazából digitálisan dolgozom, tudván, hogy én gyerek meg fiatal koromban analóggal dolgoztam, és lehet, hogy a szebb, de legyünk nagyon őszinték, sokkal könnyedebb dolgozni a digitális technikával, megnézzük, hogy jó-e a kép, nem, kitörüljük. Tehát én tükörreflexessel dolgozom, különböző optikákat cserélek. Azt szoktam mondani, hogy ma már tényleg jókat lehet csinálni, jó fotókat lehet csinálni egy kamerás mobillal is. Én azt hiszem, hogy a látásmód, amit én szeretnék egyébként átadni, mert valóban egy kis gyerek is, ha lehetne, fotózgasson egy kicsi gyerek, rajzolja le, később azért, ha valami kis kép kerül a kezébe, le is fotózhassa, de tanulja meg az alapokat, azt, hogy honnan jön a fény, aztán egy idő után egy kicsit a saját kreativitását bele tudja tenni. Mindez, ha megvan, akkor érdemes fölfele váltani, ha a családi kassa engedi jobb gépekre. Én nagyon-nagyon szeretem a tükörreflexest, és hát egyelőre most erre esküszöm. Nekem az az arcpoétikám, hogy én alapvetően RAW fotókba, tehát nyers fotókra dolgozom, minimálisan is csak vágok. Ha nagyon-nagyon szürkeség volt, akkor minimálisan szintelítettséget emelek. Semmilyen Photoshop és egyébben nem nyúlok bele, a természet tud olyan szép lenni, hogy úgy mutatja meg magát, ahogy van. Én nem szoktam ezeket a fotókat manipulálni. Úgyhogy én erre esküszöm. Melyik a kedvenc József Attila idézete? Idézne? A legszomorúbb tulajdonképpen az utolsó néhány nappal a halála előtt, hogy szép a tavasz és szép a nyár is, de szebb az ősz, legszebb a tél. Annak, ki tűzhely családot, már végképp másoknak remél. Itt ezen a kiállításon tulajdonképpen egy teljes életművet nézhetünk meg. Ugyan több száz verse van a költőnek, és ebből most 30-at és azon belül is csak egy-egy idézetet szedtem ki. Én azt hiszem, hogy ez alatt a 32 év alatt, amit ő megírt, azokból a legkülönlegesebb, legszebb gondolatai megmutatják nekünk, hogy egy teljes életművet hagyott hátra. Azért fontos elmondani, mert nagyon korán, ugye valószínűleg saját kezével vetett véget az életének, de addig egy csodálatos ívet futott végig az ő pályafutása. Itt olyan szépen sikerült kitenni ezeket a képeket, kicsit ilyen hullámzóan, hogy ez az ív, ami időnként kicsit hullámzik, és ez tökéletesen mutatja, hogy az ő életében is hullámhegyek, hullámvölgyek voltak érzelmileg, de egy tökéletes képet kapunk, én azt hiszem, aki eddig nem szerette József Attilát, én azt remélem és gondolom, hogy most meg fogja szeretni. Lesz majd kegyelem, forrás kutat, nem vért igaz, a szabadság s a szerelem. Nem muszáj ősnek lenni, ha nem lehet.